Szervusztok, srácok! Hoppá! Ez itt a 45. Baldur's Gate 3-as stream, amikor ugyanis alternatív befejezési lehetőségeket fogunk megnézni, mert egyrészt kíváncsi vagyok, másrészt amúgy is meg szerettem volna ezt nézni később, de talán így friss emlékekkel a legjobb ez az egész, úgyhogy hát ebből kifolyólag mentéseket fogunk betölteni. Igen, ilyet is akár, hogy uralkodás vagy sem, az is egy érdekes dolog, azt is megnézhetjük, hogy csápos uralkodók leszünk, vagy kiszabadítjuk-e a herceget, vagy nem szabadítjuk ki, és hogyha kiszabadítjuk, akkor átalakulunk, vagy más megoldás után kutatunk. Tehát, hogy itt vannak az elágazások, amik így nagyon érdekelnek. Hát egyrészt a legegyszerűbb, a legkönnyebb, amit megnézhetünk, az az, hogy uralkodókká válunk. Tehát, hogy mi uraljuk a Netherbrains. Menjünk innen először. Tudom, hogy sokatoknak például nem tetszett az, hogy Lajos egyrészt átalakult Mindflayer-é, és hát ilyen hányavetett sorsa lett. Megmondom őszintén, szerintem se egy boldog ending ez, de talán ez a legemberibb Lajostól. Na nézzük! Uralkodunk az agyon, és mi leszünk az abszolútum. Meghódítjuk a világot. What are you doing? Stop! Mit csinálsz? Hagyd abba! Ne aggódj, még mindig a tervem része vagy. Azt teszem, amit a kezdetek fogva terveztem, átveszem az irányítást. Együtt hódíthatunk, uralkodhatunk és irányíthatunk. Az de menő. Wow. Hát most ez ilyen közös mozizás. Gyakorlatilag. Az én nevemben. Vége. És úgy néz ki, hogy itt egyébként nincs is beszélgetés a társakkal a végén. Hanem itt már rögtön megkapjuk a stáblistát. Ott van Fülöp Imre. Ez lett volna az egyik vég. Vajon mi van akkor? Hát ez egy elég gonosz ending, igen. Vajon mi van akkor, hogyha uralkodunk,
De azt mondjuk a társainknak, hogy még mindig a tervem részei vagytok. Ez is amúgy érdekel. Nyilván ez nem változtat nagyban az egészem, de azért kíváncsi vagyok erre is, hogy vajon akkor mi van? Hát ez egy gyors vég volt, abszolút. Itt nincs elmérázás a táborba a többiekkel, dumálgatás meg ilyenek. Hát itt vége. Uralkodók lettünk és kész. What are you doing? Stop! Ne aggódj, a tervem része vagy. Na nézzük. Nagyon nem változik semmi, eddig legalábbis. Nem merek skippelni, mert ugye itt nincs beszéd. Látszólag nincs változás, mert ugye ott a végén még lehet, hogy máshogy állnak a társaink, vagy nem lesznek ott esetleg? Nem történt semmi. Ennyi. Jó, hát oké. Akkor nem igazán történt semmi más. Azt hittem, hogy ez valami nagyobb dolgot befolyásoló döntés lesz. Oké, hát akkor igazából megnéztük, hogy uralkodás vagy sem. Ezt megnéztük, és akkor van nekünk egy olyanunk, hogy ez most itt a vég. Ez azért már egy nagyobb volumenű változtatás. Szerintem így először azt fogjuk megnézni, hogy itt most kiszabadítjuk a herceget, és megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mert ugye mi rögtön azt mondtuk, hogy jó, legyek akkor én a Mindflayer. És most arra vagyok kíváncsi, hogy még ezen kívül milyen lehetőségeink vannak. Ott van a császár. Ott a herceg. Nagyon kíváncsi vagyok a császáros endingre is, hogy az úgy milyen lehet. Na nézzük. Orfikus kalapácsot elő. Ne keressük többé. Orcos. Smash the crystals with the hammer and free the prince of the comet, Gith's beloved son. Így van. Gith fia, mi az? Mi az? Megnyeri nekünk itt a dolgokat. Na nézzük. Igen. Nem érti, hogy miért most cselekedtünk. Miért nem cselekedtünk korábban. Én ugyanúgy azt mondom, hogy hagyd ezt a hozzáállás, most már szabad vagy, igaz? Jó. Amíg mi itt szivakodunk, a Netherbrain végrehajtja a nagy tervet, meg kell állítsuk. Együtt fogjuk elpusztítani. Kell egy Illithid. És ugye én azt mondtam, hogy értem. Ha ezt kell, megteszem. Valakinek tudatvadásszá kell válni, a hajlandó vagy erre? Hoppá! Orpheus Illithiddé válik, feláldozom a lelkem a népemért.
Véget vetek a nagy tervnek. Wow. I will end the grand design. My prince, you can't. Hercegen, nem lehet. Ez nem a te terhed. És akkor mondhatom azt, hogy jön egy igazi hős, vagy tartsd meg a lelked, az embereknek szükségük van rád. Aha. Na hát, ennek tudatába inkább egy hercegnek van, hercegre van szükség, inkább egy hercegre van szükség, mint most egy, tehát hogy a balduriaknak ott van Lajos, mint a hős. És így ott van a fejükben, hogy Lajos a hős, a sárkány, aki megmentette őket. De hogyha találkoznának vele az utcán, nem mondanák meg amúgy, hogy ő az. Szóval, mint történet, megvan nekik az, hogy Lajos a hős, de egy herceg azért egy fontosabb pozíció. Úgyhogy, hát ennek tudatában meg pláne azt választottam volna, hogy Lajos áldozza fel magát. A Netherbrain túlságosan is örülni fog, hogy követelhet engem. My prince, no! Even in my darkest hours, I knew it was. Még a legsötétebb óráimban is tudtam, hogy az a sors, hogy megmentse a névát. Sose tudtam volna elképzelni, hogy ez lesz az út. Mindenki, aki ezeket a... Keressük meg a Netherbrain-t és fejezzük be. Amint a nagy terv véget ér, ölj meg! Ez a legkevesebb, amit tehetsz. Fú, hát ez... Ez nem tűnik valami jónak. Ez a döntés, az a helyzet. Nem tűnik helyesnek. Nagyon nem tűnik helyesnek. Egy nép jövőjét tartottad a kezedbe. Hogy merészeled elvenni tőlünk a hercegünket? Hogy merészeled felvonultatni ezt a förtelmet? Hallgass! Hallgatass el a káromló nyelvét, Vosz! Micsoda? Állj le, az igazi örökös megszólalt. Ne, ez nem lehet. És mégis az, Orpheus azért vette fel ezt a formát, hogy legyőzhessük a Netherbrain-t. Orpheus, az én hercegem, mi lett veled? A nagy tervnek véget kell vetni. Áldozatot kell hozni. A feladat rám árult. Nem sokáig élek ezen a világon, vagy bármelyik másikon. Mi helyzet Vlakittel? Mi lesz a szabadságunkkal? Alábecsülétek a saját népeteket. A képzeletük évezredek óta életbe tartja az Orpheus nevet. Hozd el nekik az üzenetemet. Mondd el neki a sorsomat. Néhányan kételkedni fognak. Néhányan gúnyolódni, de néhányan hallgatni fognak. És a szikra meggyullad.
A Githyanki szabadsága semmit se jelent, ha a nagy terv megvalósul. Ja, amúgy ez az opció volt az előzőben is. Találj meg a bátorságodat, barátom. Ma az agyra csapunk le. Ez a bajnok tartja a kulcsot a Grand Design végéhez. Válaszoljatok neki, ahogy nekem is válaszolnátok. Szólottam. A barátságod, az állhatatosságod, amikor kétségbe estem, ezek felvidítottak. Köszönöm, barátom. Shavazai. Most pedig a Netherbrainhez. Legyen ez az első áldozat az égboltért folytatott háborúban. Shavazai. Azon tanakodom, hogyha hülyeséget mondok, nyugodtan javítsatok ki. De hogy így odarepülök Lajossal a végéhez, ahol föl lehet menni a Netherbrainhez, és akkor talán egyébként nem lesz olyan hosszú ez a harcos rész. Baldur's Gate today. Jó. You're late for this is the very same. The one fist examines your illithid ally with suspicion. He was not expecting the savior. Nem gondolta, hogy egy elmefaló fogja kísérni a Baldur's Gate megmentőjét. Appearances may change. Observe with whom this mind flayer. Igen, ugyanezt mondta. The fist eyes your illithid ally with suspicion. Az én a célom a tiéd. Ez amúgy nagyon ilyen Avengers-es. Egyesül mindenki a harcra. Szituáció. És akkor ugye legutóbb Illithidként az elméjükbe beszéltem, most pedig... A vérre, a halálra és a mészállásra, jól megvívott harcra és jól megégetett agyra. Üdv mindenkinek, srácok, Ali. We'll prepare ourselves. We'll be ready when you call upon us. Baldurin's grace be with you. Jó. Igen, hősünk egy kicsit néma. Jó. És akkor... Talán nem úgy egy effet itt belefér. De itt már repkedni fogunk Lajossal. Ugye jönnek az emberek, menekülnek. Így védi. Elmefaló. Nyomunk egy helyreállítást. Na és ugye most én itt fogom. Valahogy szét lehet kapcsolni a köteléket. Shift G? Csak hogy Orpheus ne kövessen minket. Valaki vágja arra, hogy mi lehet a gomb. Igazából mindegy, mert bemeltünk körökre osztott módba. Akkor Lajossal megyünk előre. Vagyis nem is arra mentünk, jó? Erre vissza. És itt mentünk. Sőt, lehet, hogy Lajossal máshogy is meg tudjuk ezt a szitut oldani. Na nézzük.
beidegesítő, hogy az Y-nál nem repülünk, hanem... Üdvít mindenkinek, sáncok, ali-ali. Szóval most ilyen skipeléseket próbálok összehozni, sáncok, hát ha... Oda nem. És mondjuk felteleportálni. Nem látja. Szóval most ilyen alternatív befejezéseket próbálunk megnézni. Bízom benne, hogy nem veszik észre Lajost. Ja, így speedrunolni próbáljuk endingig a dolgokat. Lehet, hogy kellett volna kérni láthatatlanságot. 10 körig. Van fejlett láthatatlanságunk is amúgy. Hát mondjuk... Mondjuk rossz karakterrel nézem. Fejlett láthatatlanság. És akkor az, igen, ami ott van kirakva. És akkor ezt ugye rá kéne nyomni Lajosra. Jó, akkor lejövünk Lajossal. Gélel pedig ide. És akkor ugye még annyit fogunk állítani az egészen, hogy... Hogy ugye Lajos a sietés benyomja, hogy sokkal többet tudjon repülni. Ja, így. És akkor itt pedig a... Sprint kell nekünk. Ugye itt most abba bízom, hogy azzal, hogy így előre megyünk majd, azzal előre teleportáljuk a csapatot. Lehet, hogy teljesen feleslegesen töröm magam, de megpróbálni mindenféleképpen meg akarom. És akkor ott az ajtó, oda kell eljutni, ott egy ógrá. Nem tudom, hogy a láthatatlanság az így mennyire fog működni. De nagyon úgy tűnt egyébként, hogy így összerántotta a csapatot, amikor ott a végén elmentem. Mármint, hogy felmentem. Az ott túl messze van neki. Mondom, hogyha esetleg tudjátok, hogy amúgy ez így nem működik, nyugodtan szóljatok. És akkor nem töröm magam ezzel. Nem biztos, hogy lehet, Zakika. Nem biztos, hogy lehet skippelni. Az utolsó lépcsőnél skippel. Igen. Arra alapozom, hogy ezt az egészet talán tudjuk skippelni. De
Még mindig rajtunk van. Még mindig jók vagyunk. Szerintem. Még élel visszaugrunk. Nem tudunk visszaugrani. Akkor visszateleportálunk, tessék. Igen, igen, long restet is kapunk a végén. Mert ugye ott van az a csápos cucc. Fú, nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok. Mondjuk utána is járhattam volna. Lehet tippet adni, Zakika, igen, igen, nyugodtan. Azt a rohadt. Ez így beválhat. Amúgy ez beszarás, hogyha ez így beválik. Mert amúgy teljesen fölöslegesen öljük meg őket. Az van, hogy nincsenek itt a többiek. Galen out of combat is lehet idézni elementát. Van elixir, ami movement speedet ad. Ó! Oh. Nyomunk egy F5-öt. És akkor nyomunk egy G-t. Hát az ugye nem működik. Aha! Jó. I'd rather know before we take on that cerebral monstrosity. Ha interaktálsz a bossnál lesznek? Szóval, aha, majd nézzünk akkor ilyen elixírt. Na nézzük. Viable a planet. There it is. The crown. We need to use that. Wow. Na, hát ez rohadt jó. Ez rohadt jó. Beszarok, srácok. Ez beszarás. Ez beszarás. Oké. Oké. Igen, ez már az Honor módra készülés. Na, most szerintetek, hogy tudnék a leggyorsabban eljutni oda? Hogy a fenébe tudnék oda eljutni? Én azon agyalok, hogy mágikus átjárót nyitunk Géllel oda. Az... Láthatatlanság Orpheusra? Azt mondod, Zakika? Yes, of course. Wow. Akkor ő oda megy, beidéz sok szövetségest elterelésnek. Igen. Ez tetszik. Tetszik ez az ötlet. Na, azt kéne megnézni, tehát benyomjuk a Gitranki ruganyosságot. És ugrunk. Ugrunk majd valameddig. Igen, középen még csápok is lesznek, ja. Az a nagy alok, hogy... Ja, most már ugye...
Igen, elfogyott az akciónk, és teleportálni tudunk. Jó, hát akkor ide jobbra ugrunk. Ez ennyivel lentebb van. Ő is tud magára láthatatlanságot rakni. Nem tudja. Az a csáv biztos nem tudja, hogy én ott vagyok. Na. Lajos repül. De mi az, hogy nincs elég? Jó. Kérünk sprintet. És akkor még följebb tudunk menni. Jó. És akkor Orfeusszal hogy lenne érdemes oda menni? Oda lebegünk? Tehát van egy olyanunk, hogy lebegünk, és itt is kell, hogy legyen sprint, igen. Nézzük meg ezt. Hát ez nagyon komoly, én ezt el is felejtettem, hogy a lebegés az ennyire menő. Jó. Túl messze van. De már ezt akár tudjuk nyomni. Megnézzük. Itália! Hát kérünk egy ilyet. Meg azt mondja, hogy egy visszatást. Húha, Lajost elhallgattatták. Mi? Azt látják? Nem látod. Azt hitte, hogy ott van, de valójában nem volt ott Shadowheart. Az baj. Megszakították. Azt rohadt, milyen láncvillámot osztottak itt. Mi hamarabb be kell menjünk. Azt, milyen damot nyomtak. Ugye, nagyon fontos, hogy mindenféleképpen egy Illithidre van szükség, azt mondta. És ez eddig nem néz ki túl rózsásan.
Mage Armort is lehetne adni Orpheusnak? Ha megpróbáljuk őket gyorsan likvidálni. Elfelejtettem, hogy ők ilyen kihívást jelentenek. Talán olyan közel tudunk menni, hogy meglőjük azt is, igen. Jó. Jó, hát akkor azt mondjuk, hogy Gil nem kell. Gil sajnos... ő most ebből a buliból kimarad. Te meg repüljél inkább. Az a gond, hogy nem tudunk sokáig menni. Pedig amúgy kérem. És még silencerve is vagyunk, tehát még rosszabb a helyzet. No, azt még gyógyítani se tudunk. Lajos, kér egy... egy ilyet. Mindketten silence-elünk. Ja, amúgy tényleg azt is lehet csinálni, hogy az agyból, tehát az agyat úgy megölni, hogy kiteszünk minden robbantós cuccot. Olyanok meg ugye vannak. A Lajosnak csak be kell jutni az agyba. Utána minden jó lesz. Az a gond, Orpheus túl sok sebzést kapott be. Túl sokat. Jó. Nézem, hogy most miért mutatja. Ja, mert hogy... Jó, hát ezt nem értem, de mindegy. Oké. És akkor be kell nyomjuk a sprintet. És akkor így... feljebb jövünk, ugrással. Jó. Na, ott van egy 24-es. Rávágunk egy ilyet. Itt is vágunk egy ilyet. Meg egy kardgomb csapás. Jó. Lajos, nagyon jó vagy. Nyomhatjátok. Nem értem, miért Lajos támadják. Hát, hogyha izét támadnák lézert, már rég vége lenne. Hát ez hihetetlen.
Igen. Hú, de jó. Hát igen, ez gond. Ez gond. Az a helyzet, hogy én úgy érzem, hogy kell nekünk lézel, szóval bedurrantunk egy ilyet. Nyilván ez nem a legerősebb. Meg... kérünk egy 4-es gyógyítást is. Hát ez a sárkánynak egy tökéletes célpont gyakorlatilag így most. Szerintem sima ütéssel is... Ezt nem akarom elvinni, srácok. Na császár, te nyomjad! Ez akció. Az bónusz akció. Mint az Orpheusnak mondtad, hogy így jön potit? Lehet amúgy, hogy van erősebb potion. Aha. De azt hiszem csak Lajosnál van erősebb potion. Hát... Ez így rip, nem srácok? Tud inni másnak az inventoriából? Ez így sanszos, hogy rip, nem? Ja, ez a nagyon sok stun, ez nem jó. Ja, itt igazából csak az a nehezítés, hogy még jönnek a bombázások is. Ez nem jó. Ez nem jó. Ez így nagyon nem jó. Nem jó szenárió, srácok. Pedig milyen jókat skippeltünk. Nincs, sajna nincs kirakva az immunitást adó spell. Úgyhogy itt... Itt várunk Orpheusszal egyelőre. Tekercs, az lehet, hogy van. Ugye megnézzük. Mi lehet a neve? Ja, csak nem tudom, mit lehetne csinálni Orpheusszal, ami így nem hozza őt ki a láthatatlanságból, az nincs meg.
Ja, most ugye az a terve, hogy ne vegyék észre Orpheust. És addig a többiekkel megpróbálok oda elmenni. Igen, ez a villám, ez nagyon, nagyon durva volt. Na, most már nem láthatatlan. Na, most sikerült rezisztálnia. Szerusz, állj. Hát igen. Jó, akkor nézzük meg az elejét a... Nézzük meg az elejét a... Na, szóval... És akkor azt mondod, hogy tegyünk ilyen mage armort, meg ilyen immunitásos cuccot? Az a gond, hogy nem vágom azok, melyek lehetnek. Például... Az marad. Hát végül is a villámcsapás, az átoktörés az mehet. Látni a láthatatlant az is mehet. Gondolat észlelése. Immunitás? Na várjál. Nem tudom, mi lehet annak a neve. Meg melyik lehet a Mage Armor. 6-os spell. Ja, ez a sértetetlenség gömbjám. Ez az, aha. És melyik az az armor, amit mondtál? Az egyes? Ja, aha. És még érdemes lenne valamit belerakni? Aztán azt mondtad, hogy idézzünk elementált még most. De meg potionok, elixirek. Repülés bájta. Megduplázza a mozgási sebességet. Ja, az elixir nem működött, ez a bájta lesz viszont így igen. Hány elixir hatás lehet rajtam egyszerre? Amúgy például ez a sebesség bájítala, ez jöhet. Ez lesz tanul? Egy lehet. Ja, látom, letargikusak leszünk. Hát akkor láthatatlanság bájítala. 10 körig láthatatlanság.
Jó. És akkor azt mondja, hogy nem tud mozogni, akciót, bónusz akciót vagy reakciót végrehajtani. Aha. Ellenállás minden sebzéssel szemben. Hát ezt benyomjuk. Jó. Itt van valami, ami... Van valami, ami... Amit érdemes lenne? A Mage Armor-t nyomjuk ki, az nem fog lejönni rólam. És ez hány emberre rakható fel ez a Mage Armor? A célpont nem viselett páncél. Ja, jó. Hát akkor értem. Jó, hát ez szerintem így jó, nem? Orfeus se visel? Tizenöt azt mondja a játék, igazából el tudjuk nyomni. Hát nem tudom. A páncélosztály változna meg így, nem? Nézzük most. Thought occurs to you. You're plotting something, aren't you? Come on then. Out with it. A rock viable a plan. There is we need you. That fate. Na nézzük most. Újra próbálkozás. Gyertöd. Ott van rajtunk a sebezhetetlenség. Gitian kiruganyosság. Ha és ott van valami. Jó. Rough tempest I will raise. My pleasure. Invisible. Hát nem tudom, hogy ez hogy fogja majd kibírni, Gale. De reménykedem a legjobban. Szevasztok, srácok! Ó. Oké. Tehát akkor ez nem volt jó kezdés. Hát igen, ezekkel nem vagyok tisztában. Jó, akkor... Ezüst, hárfa valami. Kezdünk idézésekkel. Kezdünk idézésekkel, talán az célra vezetőbb. Mindenki iszik egy láthatatlanság elixírt? Az se hülyeség. Egyébként, igen. Kukorjáró osztag. Gur szörnyvadászok. Jó. Annyi, hogy teszünk fel egy ilyet. Mondjuk ezt elnyomhattuk volna később is. Annyi tudunk idézni, megpróbálom ezt kihasználni. Azt mondja, hogy városi őrség. Hm.
84. Ujjjj, meg akarnak csápozni minket gyorsan, Gél, ezt nem hagyhatod. Na most szerintem ez jobb lesz. Én azt mondom nektek, ez egy jobb try lesz. Bár ez most sokáig fog elhúzódni a sok idézet miatt, de hát na. Harcra kész bagoly medve. Mizora. Várjál, ez hogy is van? Idézd meg Will Pact Mistressét, hogy erőteljes pokoli varázslatokat zúdítson rád, és esetleg felbomlasztja az ellenségeidet. Ez jó lehet? Jó, jó, jó. Orpheusnak van ez a field képessége, ami a több akciót Jurgir a legerő. Komolyan, Jurgir nekem ott a pokolban nem csinált semmit igazából, az a zavart. Hogy ott nagyon nem csinált semmit. Hát annyi még talán, hogy... Ennyi, ez igazából ennyi. Hát, ja, ez ennyi. Szóval Jurgir a pokolban nem nagyon csinált semmit. Úgyhogy azért nem hoztam most őt. Talán amúgy ez lesz így a legszéfebb, hogy mindenkit megidézünk. Ja, most akkor bele kell játszak? Hát erről nem volt szó, srácok. Bomlasztás. Az őrület koronája. Kromatikus gömb. Tessék egy bomlasztást az öreg császárosra. Hostorot! Komoly. Komoly vagy. Na jó, gyere akkor hozzánk. Ha már te ilyen velünk játszó vagy, Mizora. Aha, na hát, tessék. És akkor itt kérünk egy olyat, meg egy olyat. De ne reagálj. Amivel ami extra képet... Ez a bomlasztás, ez elég király volt. Hagyjátok meg Gélt. Szerencsétlen legutóbb is meghalt. De, ja, bónusz section megnézni. Oksa. Hát a császár az így lesztánolta őket. És menekül. Gyáva. Siri. Egy elhullad, srácok. A bal oldalon elhulltak a segítség. De inkább ők tankoljanak, mint mi. Na. Hát... jó, akkor lehívjuk... Ugorjunk egyet. Hát ez a Gityanki ruganyosság, ez... Hát lehet, hogy a sárkány... Jó.
Hát ez baj, ez baj. Itt bevállaljuk a sebződést. Jó, és akkor idézünk. Inferno. Hitrak vörös sárkánya. Keen cépmester javítói. Na oda. Jó. Na most ez jó lesz. Immunisá teszi a benne levő lényeket minden sebzésre 3 körig. A haszol, hogy ez így működne. Ezt elnyomom. Azt a koronánál érdemes? Oksa. Hát ugye addig jó lenne eljutni. Ütések sorozata. Csak ide. Illékony pajzs. Na tessék. Mit találtunk itt a tarsolyban? Az a gond az akció. Jorgir. Okoljára osztag. Na, Lajossal megisszük azt a láthatatlanságos cuccot, lehet hatatlanság bájítala. Hát az elfogyott. Mozgás, szabadság, szörnyek megfékezése. Jóló. Na ez. Ezt nem gondoltam, hogy be fogja adni, de úgy néz ki, hogy összejött, úgyhogy szép. A 20% bejött. Az komoly, rátámadtak a sárkányra. Csinálj semmit, te pedig pszichonikus visszhatás. Sárkányülésé még achievement is jár? Na hát akkor azt meg is csináljuk. Nem tudott uralkodni a császár. Szegény Lézel ott fekszik. Amúgy szuper jó taktika játékban megdobni vizes palackkal. Ha nedves, dupla annyit kap a villám és a jégvarázslatból. Ajaj. Tűzsebzést nyomtak a sárkányra? Na most milyen?
Most éppen csápolnak. Csápok csáposkodnak. Mi? Hagyjuk már! Pedig milyen jó ötlet volt! Az egy milyen jó ötlet volt! Nagyon jó! Beveretünk egy kis shield. Hát nem a legjobb, de a semminél jobb. A penge pajzs. Na és akkor van még egy olyanunk, hogy Dim Aylin, Inferno. A szavadra. Kell menni a sárkányos mellé. Láthatatlanok is tudunk lenni. Ja, mondjuk, nézzük csak. Hát igen. Az a gond, hogy nem vagyunk olyan magasságban. Hát a tüzet meg ugye nem kéne erőltetni. Viszont tudunk idézni, viszont az idézés helyett bagoly medve. Semmi gond, William. Step by step. Hogy tudnám meginni másnak a potionjét? Más táskájából a potiont. Itt mondjuk ezt megnyitom, és akkor így, innen iszok egyet? Vagy hogy van ez? Aha, így. Nice. Remény sugár. Az mi lehet vajon az a remény sugár? Remény sugár, azt mondja, előnye van a bölcsesség mentő dobásnál és a halál mentő dobáskor. Gyógyuláskor visszanyeri a lehető legtöbb életerőpontot. Te is így áll egy kis láthatatlanságot akkor. Let's go! Megragadta a csáp. Elégettek egy csápot. Subjugate. Leidéztünk mindenkit, aki tudtunk. Úgyhogy most már fő karakterekkel oda megyünk. Mozgás, szabadság, szörnyek megfékezése. Hol messze van. Izora? Neked a csatatéren a helyed.
hogy megfékezd a szörnyeket. Nem jött össze, semmi gond, Mizorán. Ez nem jelenti azt, hogy számodra itt a vég. Nagyon szép mennydörgő csapás. Elhitte. Elhitte. Na mit csinál a császáros? Hát csáp korbácsot csinált. Igen, most jönnek az arkanisták. Zevlort bántották. Mindjárt meg is hal. Ennyi volt. Zevlor kapta. De ez még nem a vég, srácok. Hát ott... pár arcak, lehet, hogy ez volt a vég. Bagolymedve tankol. Lézel végül is. Lézel végül is meg tudja ezt csinálni. A menekülés helyett harc. Harc a sárkány ellen. A lélek törő. A vadászjelet mondjuk rárakadtuk volna. Execute order 66. A csatába, Shadow Art. Tubától, ugye? Idegesítő dolog, mondjuk te lehetsz. Rászkódó robbanás. Aha. Ez egy másik világ, ahol Order 66 van. Keverem itt a dolgokat. Akkor úgy néz ki. Kérünk egy... vízelementált oda. Hűha. Gélel egy kis bekkelést hajtunk végre. Jó, hát a csápok kapták. De itt egy sárkány. Gondoltátok volna, hogy itt egy sárkány? Szerintem nem gondolták.
Na nézzük. Az a gond, itt ha belekezdünk. Akkor kezdjünk bele normálisan. Bárd inspiráció. Amúgy fel kell venni velük a harcot, hát úgy haladunk a legjobban. Hát most itt szórakázok. Na mutasd, mit tudsz. Hármas varázslatod nincsen, kettes sincsen, egyes van. Lunar Smite, szent lángok. Szent lángos. Na császár, császárnak adagolj valamit. Esküszöm az ellenségre. Császáros. Az ott mi? Holdi áldás. Ez. Csatánként egyszer. Let's go. Oda néz. Azt a rohadt. Nyomod neki. Kenjétek el a császáros szá. Az komoly. Jó. Igazából akkor most... most jött a Darálda. Darálda Lajostól. Na. Vessenek véget, Lajos. Így van, a elhibázva pajzs. Istenem, Lajos. Azt elhibáztuk azt. Kapja a sárkányos. Kromatikus gömb. Na nézzük. Az őrület koronája. Humanoidod. Humanoidot lehet olyat csinálni. Kromatikus gömb. Mit nem szeret a császár? Nézzük. Nincs ellenállása. Hát akkor igazából mehet egy kis ilyen mennydörgés. Jó, azt úgy néz ki, hogy ez nem tetszett neki. Itt van többszörös támadással bagolymedve kölyök. Már nem kell sok a császárosnak. Ez mondjuk elég bátor volt úgy oda teleportálni. Pokollovas paladin, csak mondom. Ja, ő így nyomja. Ez az egyetlen remény. Ellenvarázs, varázs. Jó, Lajos, Lajos légy szíves, ne impírozzad, köszi. Orfeusz, izé, kidodzsolta. Jurgir, no! Bagoly medve, no! To me! Jó, hát itt van a Nautiloid, azt mondjuk, hogy juhú, és kész amúgy. Elhibázva. Na, hol van lézel? Hol vagyunk? Ott. Jó, na, lézel. Van egy nagyon fontos dolog. A sárkányt kiiktatni. Nagyon gyorsan. Őrült gyorsan. Jó, és akkor a végén oda teleportálunk.
Na így. Jó, azt megpróbáljuk. Nem jött össze ledobni a császárost. Császáros. Megszabadulni a császár befolyásától, de az Ivitisre nincs szükség. Használnunk kell a parazitát. Na, most. Hát biztos, hogy oda tudunk menni. A tévi leheletet úgy néz ki, hogy nem szereti. Ó, oh, a teleport kellett volna nekünk. Az nem volt meg, hogy ő ilyet tud csinálni. Na jó, nézzük, meg tudjuk-e csinálni. Nem jött össze a vakság. Ú, a holtsugár az így nyomja? És 10 körig van rajta? Ú, ez a holtsugár, ez nagyon jó. This is it. Lajos megszólalt. This is it. Kettes. Hármas csapi rá. Nagyon jó. Big. Ott is van. Jelentem, ófos a sárkány, jött az achievement. Amúgy tudtunk volna repülni is. Ez most nagyon jónak tűnik, srácok. De jó. Léci. Ezt nem hiszem el. De Orpheust hogy a fenébe tudják ennyiszer megszakítani? Ezt egyszerűen nem akarom elhinni, srácok. Hát Lajos,
Milyen az MV kasztoltam? Hátrányunk van, de én ezt érzem most itt az előnynek. Jó. Ő már nem fog szakítani. Ez egy friss elmefaló, valószínűleg. Vagy ő eddig is itt volt? Kellemetlen. Na, tehát most már tényleg. Kérünk oda egy kromatikus gömböt. Nagyon jó. Dominancia. Jó. Édes Istenem, srácok. Édes Istenem. Na. Még agyak is jöttek le. Legalábbis itt van a jelük. Na. Csapd agyon. Jó. Jó, ott jók leszünk. Dominate! Reunite! Dominate! Na! Ez nem biztos, hogy jó hely. Ahová álltatok. Ja, ott vannak, amúgy látom. Na! Akkor most már mehet. Menjen már! Igen. Dominate! Jó, beleáll szépen a sebződésbe. Ja, köszi, hogy Mizorát hílelted, igen, azt akartam mondani. Oda repülünk.
csapkod meg őket ott szépen. Egy mínusz. Még egy mínusz. A csápok is kapják. Nyilván igen, ebben ez a szívás, hogy itt most mivel ennyien vagyunk, nagyon elhúzódik. Mindenki nagyon várja, hogy bejussunk. Nagyon, mindenki. Mindenki nagyon várja. De mindjárt a herceg jön, srácok. Na, let's go! Az agy meggyengült, ez a mi esélyünk. Sebezhető, de nem legyőzött. Használjuk a portált. Jó. Na nézzük. Ütések sorozata. A holland agy, a híres holland agy. Most megint villogás lesz. Subjugate, dominate. És most kijön amúgy. Tehát Aylinnal nem tudunk például átmenni. Jó. Jó tudni. Tehát csak fő karakterek tudnak átmenni. Na most. Hármas. Durranzsd el! Még egyszer. Dur! És ugye legutóbb hármat tudtunk ütni, mert ugye átalakultunk kivitté. Ja? Páncélozott bagoly medve? Hát, gyere föl, vagy mit tudom én. Gyere ide! Kör végen. Morgás! Itt van egy elmefaló. Itt van egy Az agy ellenálló, Kardus láncaival szembe győzne, mielőtt kiszabadul. Hoppá! Na most kijön. Maga a Netherbrain jön? Aha, valószínűleg ő jött. És most kijön? Most kijön. Ja, most a Nautiloid jön. Ja, hát innen már easy, csak kivárni. Jó. Elfőtt, az a biztos. Ja, megfeküdt. De most nem is ott vagyok. Tehát, hogy Lézel megfeküdt. Jó.
Shadow Art is megfeküdt. Dominate! Tovább, menjünk tovább! Most jön Orpheus-os. Orpheus-os, csapd agyon! Mit tudsz itt csinálni? Erős, koncentrált robbantás. Let's go! 32, hát... Azt hittem ennél jobb vagy. Kivonad Brain. Hát őt nem. Elmecsapás. A holland agyon. Hát ez nem jött össze. Azt hittem, hogy ez így működik. De jajaj. Istenem. Istenem, hogy itt villog. Na, Lajos agyon vágja, most már igazából ez itt a vég, srácok. Jó. Na. Vége. Lehetetlen. Fájdalom, félelem. Könyörög. Ott van, végre megszűnt. Itt is szelgek édesanyám örökség előtt. A nagy terv ismét az én soraimmal ért véget. Az agya végső gondolat küszöbén áll, és Orpheus minden erejére szükség van, hogy ott tartsd. Talán egy lehetőség? Áruld el Orpheust, uralkodj az agyon, legyél az abszolútom. Orpheus árulás. Orpheu szarulás. Na jó, ez jó lesz, ez jó lesz. Engedelmeskedni kell. Remények, rémálmok és meg nem született Illithidek légióinak síkolyai. Jó. Hosszú idő óta csend. De fura lett Lajos arca. Mindent, amit feláldoztál, megérte. Na nézzük. Egy elmelvesztés a szörnyű dolog, de ezúttal azt hiszem kivételt teszek. Megcsináltuk a Netherbrain halott, nem érezzük a parazitát. Még akkor sem vesztettem el a reményt, amikor a parazitámba töltött idő, prizmába töltött idő az örökké valóságig nyúlt, amikor a menekülés lehetetlennek tűnt. Tudtam, hogy ez a sorsom, hogy felszabadítsolna ívemet, hogy győztesen térjek vissza hozzájuk. Tévedtem. Úgy tűnik, a sorsomnak csak egy részét teljesítettem be. A népem felszabadul, de én nem térhetek vissza hozzájuk. Így nem. Segítettél elpusztítani azt a förtelmet, most segíts elpusztítani magamat. Meg kell ölnöd engem. De előbb lézel, szükségem van az ígéretedre. Hordozz reményemet, hordozz terhemet. Hívjátok sárkányaimat, Kuloszt és Kutoszt, és lovagoljátok meg az Asztrál-tenger. Pusztítsátok el Vlakitot, engedjétek szabadon népünket, legyetek a jövőnk és az örökségünk. Meg lehet győzni Lézelt, hogy maradjon itt. Ez a te döntésed.
Minden ezt mondta legutóbb is. Én viszem a reményedet, Orpheus herceg, és én viszem a terhedet, de ez a terhez hozzá kell adnom a sajátomat is. Azok elvesztését, akiket hátra hagyok. Úgy legyen, most add meg a szabadságomat, ettől a formától. Te egy elmefaló vagy, de attól még te vagy, nem igaz? Igen, de meddig? Az elmém sikít, soha nem fog leállni, amíg teljesen ki nem csúszik belőlem. Nem leszek Gaik. Azért tettem, amit tettem, hogy megmentsem a népemet. A többi rajtatok múlik. Valaki másnak kell felemelkedni a sorokban, hogy Vlakith elleni forradalmat vezessem. Add meg nekem a szabadságomat ebből a formából, engedd el a lelkemet az asztrális tengerre, amíg még van egy, amit a sajátomnak nevezhetek. Meg lehet győzni. Lehet, hogy nem tudsz visszatérni a néphez, Orpheus, de megjelenhet, hogy meglásd a jövőjüket. Talán igazad van. Lehet, hogy nem én leszek az, aki a népemet vezeti, de még mindig tanulja lehetek a dicsőségüknek. Találok magamnak helyet a birodalom egyik sarkában, mert még a sötétségben is Tunarat csillagai ragyognak rám. Méltó szövetséges voltál. A népe szerencsés, hogy ilyen nemes herceggel rendelkezik. Remélem, sikerül alkalmazkodni az új élet módjához. Sose tudlak elfelejteni. A neved be lesz vészve a tábláinkba. Felszabadítónak fognak hívni. Az égben. Kegyelem a Githyanki inváziótól legalábbis erre a napra. A korona valahol Chion tárban van. Ha megmentem, igen. Biztos, hogy benne? Biztos. Jó. Ez ugye nem változott. Jól hangzik az ünneplés. Igen, ugye... Asterion... Nem bírja. Megcsináltuk, katona. A város rendbe lesz, és te is. A motor megfőtt. Minden tekintetben lenyűgöző voltál. Ahogy te is, imádlak. Nem adta fel, mindent megtettem. Élni akarsz. Nem hagyhatjuk. Na. Itt nyomunk egy újabb mentést. Kárlák. Döntések. Kárlákos döntések. Mert ez is egy érdekes dolog lát. Na, menjétek Kálához, Will veled lesz, nem leszel többé egyedül. A te döntésed. Jó, és megy Will-lel. Jó. It's over. És vége mindez miattad. Te, akinek az volt a sorsa, hogy rabszolga legyél. Neked köszönhetően nem lesz irítít birodalom, nem lesz a halálistenek zsarnoksága. Kiérdemelted a helyed a Karpant legendái között. Hivatuk Baldur's Gate megmentői. Na, és akkor... Itt van. Lajos sárkány maradt. És itt van Shadow Artos.
A tegnap este tökéletes volt. Bár nem tudtam nem feküdni, és a szüleimre gondoltam, mielőtt felkeltél. Á, halott szülők, a tökéletes posztkoitális téma. Persze, biztosan hiányoznak. Jobban, mint gondoltam volna. Figyelembe véve a rövid időt, ami rendelkezésünkre áll. Megadtam nekik a feloldozást, amit kértek. Kiszabadítottam magam Sármarkából, ahogy ők kívántak. De vannak pillanatok, amikor azt hiszem, elcserélném ezt arra, hogy újra láthassam őket. Újra beszélhessek velük. Annyi minden csak ők mondhattak volna el nekem, de most már mindennek vége. Tovább kell lépnem, találnom kell egy helyet magamnak. Van egy hely mellettem. Reméltem, hogy ezt mondod. Bármi is áll előttem, sokkal kevésbé lesz ijesztő, ha itt vagy nekem. Olyan lehet, mint a régi szép időkben. Nos, remélhetőleg nem pont olyan, mint régen. Azt hiszem, egy életre elég volt a táborozásból és a halálos veszélyből. Fú! Shadowheart! Én is ezt mondtam neked, amikor csápos voltam, azt mondtad, hogy... Fúj! Kalandozás! Na, az az igazi. Shadowheart, mekkora egy kamus vagy. Hihetetlen. Igen, ők ide lejöttek. Jó, Bedesz, Skarlák, a momentumok. Csápos Lajos, fúj, nem Csápos Lajos, real shit. De és Shadowheart, többet láttál félülből, mint azt valaha is elképzelted. Bár nem riad vissza a farkasoktól vagy a víztől. A világon semmi sem ijeszti meg többé, és úgy érzi, bármivel szembenézhet melletted. Egy napon kapsz egy levelet, amelyet egy idegen hagyott át, adott át neked. Aki tisztelettel meghajol. Meghívás azon barátok és szövetségesek összejövetelére, akik melletted álltak az abszolút elleni harcban. Nem vesztegeti az idejét a pakolása, és elindul a hosszú úton vissza oda, ahol az összes közös kaland kezdődött. Nice. Csak a nyilván most lehet újra beszélgetni. Jó, Shadowheart, te vagy a legérdekesebb. Nem számítottam rá, hogy ideges leszek. Mindenkit így látni, furcsa, nem? Úgy érzem, álmodoztam az elmúlt hónapokat. És most újra a táborba ébredek, fafüst szagú hajammal. És leolott levelekkel a hátamra tapadva. A hátad rendben van, rendszeresen ellenőrzöm. Ó, észrevettem, amióta először belebújtam a tábori ruháimba, gondolkodnom kell. Tehát fel kell osztanunk, mit mondunk el az embereknek arról, amit az elmúlt hónapokban csináltunk. Utána, ha unalmas lenne, ami eljön, és ugyanazt a sztorit visszateregeti valaki, meg pillanatokkal azután, hogy elmesélted. Bűntársa leszünk Shadowheartnak. Holtházának látogatása, a Sharani bélgyilkosok elhárítása, kószarab, aki csatlakozott hozzánk, Bing Bong. Sokat szorítottunk, és örülök, hogy mindezt megoszthattam veled. Biztos vagy benne, hogy minden szavunkra kiakadnak. Hagyom, hogy beszélgessem. Gyere ide, hadd tartsalak meg! Ez milyen opció? Miért arra számítasz, hogy sokáig nem leszel? Ja, hogy ez egy ölelés. Értem. Eltévedhetnék ezekben a karokban. Amire igazán szükségem van, ez egy csók.
Szinte Károly társaságban vagyunk. Nagy a kísértés, hogy hagyjam, hogy elvigyen egy csendes helyre. Jó. Jó. Vajon itt lesz amúgy Orpheus-os? Now the revelry can truly begin. Nincs itt. Nice to return to familiar. Talán nézel érdekes. Két hónapig képeztem az üstökös lovagjait, még kettőre Kitraki hasat nyársaltam. És még kettőt Limbon keresztül utaztam. Sose gondoltam, hogy Lábujjhegyen fogunk állni ezen a napon. Lehet, hogy téged nagyobb örömet okoz, mint számomra, mint egy király inkvizitor fejét venni. Jó látni. Tucatnyi gises tehetség, néhány ellopott pszikristen és 2-10 nap erőfeszítés kellett hozzá. 2-10 nap. Hát ugye ez a... Hogy ide tudjon jönni a kivetüléssel. Hol vagy most? Hoppá, rossz gombat nyomtam. Vértontottunk, megvetettük a lábunkat az asztrálisban, de még mindig szükségünk van szövetségesekre. Mi az a Zeritzen? Hanem ki? A Gizzerány halhatatlan Isten királya. Jó, és ők öt szövetséges. A nyelved ugyanolyan, mint a pengéd. Jó. Az üstökös harcosa vagyok, nem nyugszom, amíg hamuvá nem égetem Blackett csontjait, és darabokra nem töröm a filaktériáját. A népem szabad lesz. Bárcsak Orpheus is osztozhatott volna a győzelmeidben. Nem egyszer vágytam már az ő vezető bölcsességére, de nem hallott róla, és az elmélyese érzi a jelenlétet. Itt fia elveszett az árnyak között, talán egy nap, amikor a Lich királynő porrá lesz, ő is a fénybe lép. Hamarosan az üstökös feltámad, amikor az Uzmo királynő porrá omlott. Jó. 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 Hát ez amúgy szerintem ennyi, srácok. Engem kérdeztek így a... Lézellel meg Shadow Art-tal változtak nagyon a dolgok, meg Orpheus-szal, de ő meg nincs itt. This, thou art the savior of Baldur's Gate. And I am enjoy the revelry of the day. What indeed? Mi jön most? Na nézzük. A világ egyensúlya helyreállt ezeknek a halandó és egyéb ételeknek, az egyensúlyát számon kell tartani. Vége. It is over. It is over. Thou played thy part in weaving the fat sleep. Until we meet again, I wish thee every until we meet again. Fortune, health, wealth, a legnagyobb barátoknak, ismételten a barátoknak. Hát? There thou art. Didst truly believe thy plot. Thou sought to but didst think the other gods thou made. The supplicate, the whimper, the death felled. I over it. Vermin. Ennyi, srácok. Ez volt a másik. Ez volt a másik ending, ami így még érdekelt. És ami most még érdekel, az pedig nem más, mint hogy nem szabadítjuk ki egyébként. Nem szabadítjuk ki Orpheus herceget, és a császárral oldjuk meg a szituációt. Az is még egy izgalmas ending. Egy izgalmas lehetőség. Hiszen alapvetően én nem akartam kiszabadítani Orpheus herceget. De időközben meg
meggondolta maga. Withers, Jergál avatárja. Dominálás, azt megnéztük, Zakika. Amikor én irányítok, az egy elég rövid lehetőség volt. Arra gondolsz, hogy átveszem az irányítást az agy felett. Ki az a Jergál? Na, ez még nem volt. Minden szempontból értékelem a Nether Plane-nál való találkozásunkat. Tudom, miért buktunk el. Nem a kövekkel volt a probléma, hanem veled. Egyszerre csak egy lépést tehetsz. A Nether Plane azonban minden lehetséges lépést egyszerre számol ki. Tudja, hogy mit fogsz tenni. Minden tud, amit csak tehetsz. Nem tudod kijátszani. Ahhoz, hogy legyőzd, úgy kell gondolkodnod, mint egy Illithid. Még jobb. Ha azzá válsz, az elméd erre nem képes. Az enyém viszont igen. A köveket nekem adod. Asszimilálni fogom Orpheust, és akkor képes leszek elhagyni ezt a prizmát, hogy szembenézek az aggyal. Asszimilálni? Nem, itt az ideje, hogy felszabadítsuk. Ne állj ellenem. Jergál a D&D egy ősi istenem. Ó. Oh. Tehát beolvasztjuk. Képes lennék magammal is a kövekkel bánni, ha Illithiddé válnék, és asszimilálnám Orpheust. Jergál a halál istenem, de kb. Unatkozott, szétosztotta az erejét. Három gonosz között, Bál, Mirkul és Bón között, de még így is az egyik legerősebb isten. Ó. Oh. Mit értesz asszimilálás alatt? El fogom fogyasztani a gondolatait, a tudását és az agyát. Hogy béna, ha. Tehát megölnéd? De hát ő Git örököse. Te lennél a Gityanki nép árulója. Te lennél az én árulom. Tisztában vagyok vele, hogy nektek fontos, de a mi ügyünk szempontjából még értékesem. Fú. Odaadjuk neki. Tessék. Thank you. Köszönöm. Most állj félre. Én elsajátítom Gityanki erejét helyetted. Stop. Állj. A népemet az átkozott királynőjük az láncolva tartanád. Bíznom kellett volna az ösztöneimbe, és az első adandó alkalommal pengét döfni a torkodba. Nekünk megvan az eszközünk Orpheus herceg kiszabadítására, és te Gájk mellé állsz. Orpheus halálát akarod? Előbb engem kell megölni. Ez az egyetlen út, Lézel. Te is ugyanolyan jól tudod, mint én. Hazugság! Ünes ígéretek! Gájk trükkökkel csábították titeket! Ha belegondolok, hogy valaha is többet reméltem tőled. Örökre elkároztattad a népemet. Asszimiláld Orpheust, és én letépem minden végtagodat, és sütkérezni fogok a kínjaidban. A táborban megölsz egy NPC-t, akkor kidob az alvilágba, még akkor is, ha a karaktered szupererőssé, az kendál, innen lehet következtetni, hogy mindenkinél erősebb. Ó! Oh. Meggyőzzük. Bolond, de egyedül nem tudod legyőzni a Netherbrain-t és véget vetni a nagy tervnek. 30... fok. Hat. Haló? Lajos. Lajos, te vagy a nagyon jó dobó. És profi meggyőző. Na végre. Yes.
Kitörök kegyelméből. Csináld. Véget vetünk a nagy tervnek, aztán elválnak útjaink. Ne ítélkezz felettem. Gyere, követünk el az agy útját, ezúttal nem fogunk elbukni. Nagy Gita anya, a fiad elesett, az üstökös nincs többé. Az émeítő látványtól eltekintve remélem, hogy jól döntöttünk. A plot arról szól, hogy Withers megmutatja a kis isten suhancoknak, hogy még úgy is megszivatja őket, ha a kis padra ül és csak segít a segíti a halandókat. Na nézzük, a Voss most mit szól? Állj le, boss, egy Githyanki ki se lesz szabad, ha a Netherbrain szikrát vet a nagy tervbe. Megtévesztjük. Orpheus meg akar támadni minket. Kettő, érted? Kettő. Lajos, de hát te profi dobó vagy. Profi dobó vagy, Lajos. Na, ezért. Githanyám, hallgass meg. Az idő megáll, miközben téged vizsgál. Az ő szemében népének módja és jövője harcol, miközben megpróbálja megérteni az igaz utat, a helyes utat, a felelősség súlya, ami nehezedik rá. Minden okom megvan rá, hogy megöljelek, és mégis hiszek neked, nem hagyhatom, hogy a Geek birodalom ellepje az asztrál síkot, és úgy tűnik, te vagy a legjobb reményem a szövetségre. Jó. Innen látszik, hogy az Emperor az előző végigjátszásból nem önszántából támadt rád, hiszen akkor most nem segítenem. Igen, szóval, hogy igazából azért nem ő, tehát azért volt saját akarata korábban, mert a Netherbrain így akarta. They're expecting a speech, something to stir their hearts and put fire in their bellies for the fight ahead. A szabadságunk ma az önök bátorságától függ. Ti vagytok a város őrei. Well said. We'll prepare us, Boulder. You feel it. Na. Na jó, de ha a Netherbrain akarta, miért nem vette át az irányítást felett, amikor átvette három követ? Ja, mert a izé, Orpheus védte. Igen, igen. Szóval csak addig irányította a Netherbrain a császárt, ameddig nem került az Astral Prismába. Leave him be! We have to keep running! It's a frightened if your memory must be true. Is this really the mind flare who could save? Ez az elmefaló a rabszolgám. Ha csatlakozz hozzánk, vagy rádúszítom az elmefalót. In all his fear. Ha visszamegyünk oda, meghalunk. Ha elmenekünk, legfeljebb fél napot kibírunk. Követni fogunk. Oda néz. Na jó van, elfőtt. És akkor... Hát akkor kezdődjön. Igazából megnézzük a kis láthatatlanságot, bár... Mehetünk ezzel is.
Nem, nem ezt akarjuk. Lehet... Fú... Lehet... Pájtal. Megnézzük ezt a kicsit. Hogy ez így milyen. Ez a honor módos speedrun kezdőknek. Hát ez nem tudom, hogy működik ám. Úgyhogy jóló. Igen, így kijövünk, kijövünk. Varázslásnál kijövünk, srácok. Daniel újraegyesített lelke plusz egy értéket ad minden képességhez és 2 méter mozgási sebességet minden érintethez. Hoppá! Szembenézés az idősebb agyvelővel. Amúgy lehet, hogy itt is fel tudtunk volna repülni. Mondjuk onnan. Nem vágom. Na jó, na jó. Ez milyen skip it? Ez milyen skip it? Hagyjuk már. Hagyjuk már. Oké. Jó, és akkor azt mondja, hogy van itt egy nagyon menő bájtal. Ez az egyetemes ellenállás elixírja. És akkor ugye azt beszéltük, hogy... Le ne járjon róla.
Szóval itt kicseréljük ezeket a képességeket. És felrakjuk a Mage Armort például. Mage Armor... Az... Nem is tudom, mi volt még a másik. Felrakjuk ezt a szörnyek megfékezését. Bloodlust. Hát az nem tudom melyik lehet az a helyzet. Egy anya gyűlöletem. Nem lehet meglepődni. 5 bónusz a kezdeményezésekhez. 2 fordulós álomba zuhanunk. Pszichikai ellenállás elixírja. STR növelés. Méreggel vonja be a fegyvert. Tűz sebzéssel szembeni ellenállás, és nem tudunk megégni. Jó, szerintem láthatatlanságot fogunk amúgy benyomni. Ilyen a nagy alak. Jó, menjünk föl. Menjünk föl. Megidézünk mindenkit is. You're plotting something, aren't you? Come on then. Out with it. Viable a plan. Ó, most itt felcserélték a lehetőséget. Basszus. A sötétség hamis lánya, istenője. Basszus, amúgy ezt újra kell kezdjem. Hát, hogy itt most új animációk vannak. Már megszoktam itt a... Megszoktam itt a skippelést, azt elskippeltük, hogy amúgy itt most nincs császár. Nap zsugár, láncvillám. Jó, amúgy a láncvillám is jöhet. Mondjuk nem. Bár jó lenne a láncvillám, de nem. Nem raktuk fel amúgy a Mage Armort. Most már fent van. Ott van egy láncvillám valakinél, a császárnál, ha jól látom. Ezt elnyomjuk, ezt a nagyon menő bájítalt. Bájítal... az egyetemes ellenállást, és akkor lehet... F5. De meg amúgy a géles robbanást is ki lehetne próbálni. Az is érdekelnem. Itt van a korona. Pontosan az a dolog, ami felerősítette a Netherbane erejét, és pontosan pont az a hely, ahol képesek leszünk uralni azt. Itt kellene használnunk a Nether Stone-okat. Egy föltelem szül egy másikat. Itt is van. Itt is vagytok. Ja, hogy itt is vagy. A sötétség hamis lánya. Istenője által elkerült. A kikeleti, aki elutasította a királynőjét.
A varázsló, aki szembeszállt egy istennővel. Látványos példányok vagytok. És látványos trónörököseket fogtok készíteni. Wow. El kell jutnom az akaratának magjához. Segítsetek közel kerülni a koronához, hogy el tudjam mondani a varázsigét, amivel kényszerítetem, hogy behódoljon. Szembenézés az idősebb agyvelővel. Na, hát akkor mehet is. Nem Mizorát fogjuk. A céhmester javítóit. Isten káromló alkoholitus, mágikus pest is, a háború megtörője. Illetve eskütlen nyomorult. Az Inquisitor hatalmát elnyomjuk. És Lajossal bemegyünk harcolni, most én azt találtam ki. Bzz, 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 bzz. Kezdeményezés minusz 10. Na. Floric Cohors. Florik személyes őrségem, vagy... Nem, az biztos, hogy nem. Jurgir, Jurgir is jött. Szönyvadászok. Azt ki kell próbáljuk, hogyha kérünk extra akciót, akkor tudunk újat idézni, ez nagyon fontos. Okoljáró osztag. Mondjuk őket beleidéztük a sebzésbe. Ez nem a legkedvesebb döntés volt részemről. Na nézzük. Elit Harperi jászok. Innunk kell egy láthatatlanos italt. Jó. És akkor idézünk... Mizora városi őrség. Lehet, hogy lehet... Ó, a franca, nem kellett volna ugranom. Varázsolni akartam. Akkor vissza, vissza, vissza. Na nézzük! Én, nekem most az a tervem, hogy itt most jobbak leszünk. Erősebbek leszünk. És áthatolunk. Nice.
az akolitus nem nagyon kap... Oh, na az most kapta. Szép volt. Írtják a csápokat. A jó népek. Ennek nem örülök, ennek a fighteresnek. Mágikus pest is. Jó, a jégvihar a lehető legkevesebben nem így támadta meg, úgyhogy ez így rendben van. Az a neve, hogy paplovas, nem, pokolovas paladin. Hát sanszos, hogy ők ott halni fognak. Kettőt nyomott a paladin. Még idéznünk kell. És a sárkány még nem csinált semmit. Az baj. Hova repül a sárkány vajon? Csáp korbács. Vissza kell jönnöm. Be kell vetni itt a kivonat brains. Nincs megdöbbentve és nem öntudatlan. Akkor az erős koncentrált dobás. Igen, az lehet, hogy nem volt a legjobb döntés. Legalább fellökte az eskütlen nyomoroltat is. Na nézzük. Egy. Kettő. Szélek körül. Nagyon jó. Ja, mondjuk idézni kellett volna. Lajossal előre kell mennünk. Megitta a potion, szóval menni kell. Kikerült a jeget. Nice. Vakság nem jött be. Egy kis inspiráció a fekvőnek. Na, idézzünk még Jurgirt. Bár amúgy a hold lánynak jobban örülnék. Mondjuk oda. Még Jurgir is jöhet. Én mondjuk odám. Come,
Na és ezt akartuk csinálni. Ide jön Shadowheart és elnyom egy healt. És ezzel mindenki megkapja a penge pajzsot, ami nagyon erős. És jön a remény sugár is, nagyon jó. Omega buffok, omega buffok. Hát, hogy a csáp ellen miért harcolnak ennyire, mindegy, nyomjátok. Nagyon jó. Léci. Jó, amúgy legyen ez. Itt meg ne használj semmit. Nem halljátok a V-nek hívását? Hát ott az megdurrant, az ott kaptam. Szegény Zeblor. És megszűnt a remény sugár. Igen, ezeket lehet, hogy silence-elni kellett volna. Nem tudott jönni a sárkány. Döbbent. Ezt nézzük már meg. Ott van kettő? Nice. Lézer, te jössz. Bír! Elhibázta. Na most lézel. 4-nek 19, hát az nem a legdurvább. 20 meg 1, hát az se a legdurvább. Nem jött össze, amúgy a vadászjelet meg nem raktuk fel. Erre nyomott el egy hajdal ragyogását, ez a pap. Na srácok. Belekezdünk itt. Tír. PC. Ez hihetetlen, hogy elhibázzuk. Mizora még nincs lent. Illékony klaszter. Azt mondja, hogy dobj csomó három bombát, amely a közelebb lévő lényeket prón. Minden bomba felrobban egy ördögi lángrobbanás lépje életben. Hát ezt most lehet nem vetjük be. Pokoli tör. Megmérgeztük. Inkább a csápokat dobálják. Ostobatuk! Penge pajzs. Így van, tovább kell menjünk. Van egy akciónk. Így is elhibáztuk.
Remény sugár megjött. Most már kiirtottátok itt a csápokat. Szép van. Jó, nagyon jól csináljátok. Lunar Smite, let's go! Aszta! Nagyon szép, nagyon szép. Hajlinos, nagyon szép. Abba tudtuk megsebezni, hogy arrébb jött. A végre meg tudta támadni Lézát. Ez hihetetlen, hogy Zevlor úgy helyezkedik, hogy mindig eltalálják. Az baj. Az baj, mert ennek a paladinnak nagyon durva sebzése van. Jó, azt mindenféleképpen ellenvarázsoljuk. Te kudarc! Azt mondja. Na. Nincs megdöbbenve, ez baj. Koncentrált robbanás. Ja, az a baj, hogy másik irányba kell elmennünk. Aylin letankolta. Vagy valaki letankolta. Meg lesz. Meg sem néztük, hogy mi van a sárkányban, mi a lótja. Nagyon jó, hogy így gyógyítgatjátok magatokat, de baloldalt ott vannak fönt az ellenségek. Ráverünk ezzel. Na ez most már gyorsabban megy, nem skacok? Jó, sikerült egy vakságot kiosztani. Lehet, nem sima támadást kellett volna csinálni. Tessék, kapsz egy ilyet. Bónusz. Mik ezek a négyzetek itt? Benyomjuk a sprintet. Gyere, Shadow Art, most ez egy nagyon jó kör. Na, végre mínusz egy. Szerintem az a célja itt az NPC-knek, hogy az összes csápot előhozzák.
Biztos, hogy ez a tax, amit nyomnak. Na vajon elbírnak ezzel a paladinnal? Az igen! Hát nem lehet túl messze, mert oda repülünk. Na hát így meg aztán pláne. Értem, most azt sem tudom, hogy hol állt a császár. Igen, megjön a Nautiloid. Legutóbb, addigra már itt ugye megnyitottuk az átjárót Lajossal. Lajos ezt jobban csinálta. Aha. Túl messze van. Jó. Hát lézer kimarad egy dobásból. Dúl. Lajos tud repülni, úgyhogy megengedhet ilyet magának. Nagyon jó. El se hiszem, srácok. Ez eddig a legjobb try. De hát nyilván most nem a császár ellen harcolunk, de akkor is ez egy jobb try. Benyomjuk a sprintet Jurgirel, azt felmegyünk oda. És akkor Bagoly medvét is idézünk még. És nyomtam el. Hát nyomok, tessék. Csillam. Sprint. De nem hiszem, hogy innen már baj lesz, max, hogyha crash-el a játék, vagy hogy elmegy az áram. Ilyen problémákat látok. Hát ők nem voltak a legokosabbak. Hát szerintem itt már nem nagyon lesz probléma, de... Sajnálom, hogy lézert meglőtték. Sikerült! Meggyengült. Ez a mi esélyünk. Sebezhető, de nem legyőzött. Használjátok a portált, együtt le fogjuk győzni. This is it. A hollanda egy törhetetlen akarata. Let's go. Hát ez ugye nem megy rá. Alvás, telekinézis, elmecsapás. Ha nézzük ezt a robbanást.
30, a mínusz. Itt azt kell csinálni, hogy nyomunk egy F2-t. Amúgy is szerencsére lézer jön. A vadász prédája. This is it. Its will is weakening. És akkor most jönnek a nagy durrantások. Megint nyomunk egy olyat, aki kint van, F3, és akkor talán nem ugrik be a nézet. Jajjaj, én is nagyon kíváncsi vagyok. Igazából tessék, íjászkodjunk, csak nem tudunk kit íjászkodni, úgyhogy te várj itt. Gél átmegy. Dur! Még Shadow Art itt van, úgyhogy rá átváltunk. Simán elintézik az elmefalókat. Ott ő mondjuk nem tudom, hogy hova ment. A páncélozott bagoly medve kölyök, így, hogy már nem volt itt az, aki megidézze. Hát ő visszaváltozott. Kis kölyöké. Time to end this! Ez a leút. Hát akkor nyomunk egy ilyet. Mondjuk nyomhatunk volna erősebbet is. Hubris. Na, nyomunk egy ilyet. Azt most 31. Hát megijászkodjuk, mit szóltak. Végre megalázva, könyörög az életedért. Kímélj meg. Könyörög, mert tudja, hogy én vagyok a gazdája. Befejezem ezt. Az, hogy a végső gondolat küszöbén áll, és a császár minden erejére szükség van, hogy ott tarts. Talán ez egy lehetőség? Könyörög a császárnak, hogy uralja az agyat, és uralkodjon a világon, veled az oldalán. Császár uralkodás, de most így... Igen? Jó, amúgy megnézzük ezt, valószínűleg ez rövid. Csodálom az ambíciót, ez a gondolat valóban megfordult a fejemben. De bárki is lesz az abszolút, az egész Githyanki hadsereggel kell szembenéznie. Akármilyen erősek vagyunk, ők légióban vannak, nem lehetek biztos a túlélésben. Igazad van. Csak öld meg az agyat. Már megöltük a hercegüket, akár befejezhetjük, amit elkezdtünk. Meg tudjuk csinálni, hiszek bennünk. 20-as.
Lajos. Lajos, nagyon jó, nagyon jó. Sokat nőttél. Büszke vagyok rá. Csináljuk. Együtt uralkodunk. Parancsolunk. Hódítunk. Az én nevemben. Szóval van ilyen opció is, hogy egy császárt a hatalomra juttatni. Oké. Ezek a mentések jók lesznek későbbre. Azt már megnéztük. Hogyha én uralkodok. Menj csak, parancsold meg az agynak, hogy pusztítsa el az összes parazitát. Nem tűnt túl pozitívnak ez a vég. Everything you did. Igen. Everything you It's done. A Netherbane legyőzetet a nagy tervvel együtt. A vére még mindig forrong, a parazita elszáradt, elpusztult a Netherbane-nel együtt. Megtisztultam. Nagy szolgálatot tettél nekünk. Számomra ez nem sokat számít. Megtettem, amit kellett, hogy biztosítsam a szabadságomat. És annak ellenére, hogy ellenálltál, az evolúciót befejezésének jó szövetségesnek bizonyultál. Hú, basszus, ez is amúgy érdekesnek tűnhet. A segítsége nélkül nem tudtuk volna megcsinálni. Örülök, hogy így gondolod. Mindent megtettem. Lehet, hogy neked sikerült, de nekem nem. Gidfi halott, és Vlakit elhagyott engem. Az inkvizíciója a világéjéig üldözni fog. El kell mennem. Semmi hasznom nincs abból, hogy itt vagyok. Itt vagyok neked én. Kérlek, maradj a kedvemért. 17. Shit. Neked? A te felügyeleted alatt mészárolták le a hercegemet, megvoltak az eszközeid, hogy kiszabadítsd Orpheust, de úgy döntöttél, hogy nem teszed. Igaz, hogy segítettél nekem befejezni a nagy tervet, de az út, amit választottál, nagyon sokba került a népemnek. Megköszönöm, de nem maradok érted. Shit. Szóval az is egy érdekes ending, hogy ha átalakulunk és a császárral esetleg irányítjuk a Netherbrain-t, vagy ugye elpusztítjuk. Az is egy érdekes lehet. A Githyankik felszállnak.
With the Githyanki gone, there's nothing, but it seems that the advice and once shall cure me of my affliction. Jó. And I'll finally be free. Mit érdekel téged, Mistrán? Tartsd meg a koronát. No. Nem akarja megtartani. Ünneplés. Hoppá. Basszus. Now that you no longer live in each other's minds, it's hard to find mind flare is being sincere. Nem baj, legalább tudunk újra dobni lézerért. Elfelejtem, hogy új karakter, tehát hogy itt van a császár és mondja a dolgokat, és én meg itt nyol a skipet. It bleeds because it... Jó, tehát parancsold meg az agynak. Jó. Silence. Everything you did. Only my... It may... I did what I... And in spite of your... Squad, I will be... I must leave. Na nézzük. I have nothing more to gain by being here. Lézál. 26, nem jött össze. Lézál, most sem marad velünk. It was you. It is true, you. Now there's... With the Githyanki gone, there's... But it seems that... The crown. If I say... And once I... Shall cure me of my affliction. What? If this adventure... Sigh. I'm sure, Mr. I'm not sure about, drink in hand. How about you? Any thoughts on what's next? Mi lesz a következő lépés? Ünneplés. We should see if the elf songs. Fura, hogy Astarion még bírja itt, és nem szaladtam. But I'll be happy to be away from here and in your company. I will not. Nem csatlakozom hozzátok. Attól tartok, hogy a jelenlétemet a város utcáin sem látják, majd szívesen, mint ahogy eddig sem. Soha nem voltunk ebben barátok, Illiti, de tartozom neked. Légy jó. Nekem is hiányozni fogsz. Mármint, hogy hiányozni fog. Most már nem egymás gondolataiban éltek. Nehéz megmondani, hogy az elme falu őszinte. Bár talán nem nehezebb, mint valaha is volt. Kétlen, hogy valaha is látjuk még ezt az arcot sütkérezni a napon. Jó, megnézzük a kárlákosat. Lenyűgöző voltál. Mi hárman új életet kezdünk az Avernuson. Na tessék, ezt is megnézzük. What do you say? Thank the gods you've seen. It's over. You. Thanks to you, there will... You have... You... Na és itt most? Ott vagyunk. Nos, katona, itt vagyunk. Nem kellett volna hagynom, hogy ide jöjj. Ez nem lesz könnyű, tudod. Zariel minden erejével ránk fog támadni. Már jönnek is. Imps are fast. Better let these fuckers know I'm back. Ezúttal nem vagyok egyedül. The invitation came, you were hip deep in Lemur's nyákes makiban voltál, pök, hemzsegtek a pokoldarazsak és magma karom. Comforting voice echoed in your mind. You requested your attendance in Faerun to gather with your... Oh, hát amúgy beszélünk Shadowheart, hogy mizu. Starting to wonder if you'd show up. Igen. Ha persze, hogy megtettem, alig bírnám ki nélküled. You can say that with a straight... Oh, come in. You feel a little... Megint azt mondta, hogy kövér. Ufóknak hívsz? Chilled out and healthy is what I was going for. Don't tell me you missed... Jó. It's good to see you again. Even if
Only for a short while, I had no doubt. But I'm glad to hear you say it all the same. Biztos kíváncsi, hogy mit csináltam. Must I? I'm joking. Of course I want to know. Tell me all. Azt mondja, hogy udvarias, hogy megkérdeztem, mikor kell kénkőszagot éreznem. I'm glad you two have. Örülök, hogy vagytok egymásnak. Hells, I'd be almost tempted to come along if you'd have me. Perhaps if your adventures ever lead you out of Avernus permanently. Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. Don't think I won't hold you to that. Vigyázzunk egymásra, meséld el. Ugye legutóbb nem tudtunk neki mesélni, mert valami bug volt, én úgy érzem. Esély, hogy hol voltál? Aha, aha, nagyon izgalmas. A szüleid büszkék lennének rád. Mit csináltál még? Noctul? Igen, jó. Ennyi. Kész. Jó. De igazából Lézel most morcos. Szia Floreska, üdv mindenkinek. A Hellswalker visszatért. Jó. Jó. Jó látni. Sose hallottam. Bólincs a fejeddel, mint hogy nem kell színleni, tudom, hogy ez a szó keveset jelent neked. Oké, oké. Nagyon jó a nyelved. Hamarosan látni fogjuk. Jó, vége. Talán nem, hogy a Kárlákos besz... Amúgy jó. Na nézzük Kárlán mit mond. Meg amúgy Will is most biztos más mondana. Avernus vonakodó ostoram. Zula parancsnok nem tudja, hova tűntünk. Végre csukott szemmel fogunk aludni. Először is egy kis móka. Úgy tűnik, Will jól érzi magát. Egy kis ölelés. Oh, hey, before you go. Zariel's probably got a load of Cambians. Ja, I might have an in with one of the. We might get to come home. Egy patch előtt, hát fixen beleállt az engine-be a játék végén. Ott van. I told you our friend was near. There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? Persze, persze, szagoljuk. Take in every scent the night breeze carries. Szörnyű, te vagy az? Rossz a bűzöm? No wonder. The three of us have felled enough. Elég kamion döntöttek ki, ugye? A híres pokolbeli kamionok. And she might be able to go home to Faerun. I've seen him more. Lehet az apját, oké. Igazából nem mond újját. Jó, nem mond újját. És ha itt megölsz valakit, Withers-el lesz egy spéci akció. Igen. Elbűvölő, sokáig merészkedtél bajtársaiddal, közös étel, tűz és barátság, de még az ilyen hajthatatlan kötelékek sem akadályoztak meg abban, hogy tönkretegye a partimat. Hirtelen legfáradtabb vagyok. Jó nap.
Nice. Az helyzet, hogy még mindig vannak opciók. Még mindig vannak itt opciók. Még lehetne mit csinálni. Egy dolog még így a végére, srácok. Az alap végigjátszásunk döntései maradnak. Viszont... ugye mindflayerek leszünk, így lehetőségünk lesz lakmározni valakiből. És most azt az opciót keresem. Vagy Carla, vagy Will, vagy valakiből felajánlja a játék, hogy lakmározzunk. Arra még kíváncsi vagyok. Na nézzük. What path lies before me? No more amnesia. I cannot remember the last time. Oh, I've missed you, man. Te is hiányoztál. You haven't seen the last of all Carlac. Can I look you up when I'm out? Hát, hogy Vianél van? Valaki emlékszik áram? Can you smell it? You take in every scent. One of them sported a map and some. If I had to do it all, he, the likes, he's Vatma. They all take well. Oh wait. Hát, hogy Minsk? It is. But how have you? You would think someone of my it is one that come. Now, we have the old mace. We welcome folk. They have all but exhausted. I am all ears, though I never. Now, it would be that. As for even Corga. Jó sokat lehet beszélni. Yet. A most welcome sight. Ja, de most nem volt semmi Carlánál. Ki zenél fent, ő a zene istene. Ó! Oh. Professor, I spend most of my time. Oh, and what of you? I'll be delighted. So, all this no. Seem to speak is not enough. Szeretném felfedezni a barátja agyát a csőrével. Language, learning, memory. He must have quite the fine example. You shall dine. Jól fogsz vacsorázni ma este. Az baj. Az baj. Haha! Ja, lehet, hogy azt szerint, hogy kivel beszélünk. Ez egy nagyon nagy tax volt. Big taxok. Durr. Fascinating. I shall not permit you to destroy one another after all. Engedd, hogy elpusztítsátok egymást mindazok után, amit elértetek. Eredj innen. Ez egy új ízé. Új interakció volt. Még a Netherstone-t is ki lehetne próbálni? There thou art. Didst thou sought to bolster? Didst think gods the supplic the wood? Az előbb nem volt ez. Az előbb nem volt ez. Amikor simán rácsaptam házira, akkor nem volt ez. Na jó, azt még megnézzük.
De úgy érzem, hogy most már mindent láttam. Mármint nem láttam mindent, mert például ott van még az is, hogy a császárral megyünk tovább, és én is átalakulok Illithidé, nem tudom, hogy arra van, valószínűleg amúgy arra van opció, az alapján, amit a császár mondott a végén. Úgyhogy az is például érdekes lát. Hát meg ugye a legnagyobb változtatások, azokat így meg se tudtuk nézni. Nincs Netherstone-unk. Ja, Nightson megölése is van, de azok már nagyon távoli dolgok. Ja, hogy itt van. Shadow Heartból kiesett egy szelümét papucs. És ezt kire lehet használni amúgy? It's good to meet again. De azt hitted, hogy más lesz a skill? De meg ott van az, hogy ugye nem is tudom milyen paladin leszek. Szóval lennének még itt nyilván lehetőségek. Withers-re még nem támadtunk rá. Aha, az Oathbreaker-re, igen, arra gondoltam. Na nézzük. Deal. Fascinating. Na, ugyanaz. Ja, és ilyenkor nincsen. Ja. Az előbb, amikor társra támadtam rám, akkor nem adta be a végén ezt a Withers-ös cinematikot, csak akkor adta be, amikor ugye az elmefalóval akartam lakmározni belőlünk. Ja, csak azt úgy nem nyomtam végig, úgyhogy azt is ki lehetne próbálni, én úgy gondolom, hogy egy csomó lehetőség van, de nyilván vannak döntések, amik így azért nem tudom csak egy-egy ilyen betöltéssel megváltoztatni. Hát itt vannak a streamek. A második stream, harmadik, negyedik, ötödik, ezeket így mentegettem, de nem hiszem, hogy bármikor is itt ezekre visszatérnénk, de legalább meg lehet nézni, hogy azt mondja, valahol így itt hagytuk abba elsőnek. 5 órát beleraktunk, 4 órát, 3 órát, és így változik szépen a játékidő. Hát most meg már van 154 óránk, és szereztünk 2 achievementet. A Netherbrain alatt átvettük az irányítást, illetve megöltük a vörös sárkányt. 20 achievement azért még hiányzik így. Ja, na jó. Zakika. Zakika eszembe jutott, hogy igen, még az is van, hogy Gél is. Igen. De Gél még robbantat is. Azt nézzük meg. Hát, hogy még ilyen is van, ez mondhatni a legelső lehetőség a arra, hogy végezzünk vele. Nem akarja megtenni, többé már nem. A világ számít ránk. Mistra soha nem fogja megbocsájtani neked. Igen. Hallod. Már amúgy nincs lehetőségünk ki erre, hogy itt inspirálódjunk. Meggyőzött, hogy legyen a saját maga ura, és meggondoltam magam, igen.
Na. A gömböd. A gömböd. A gömböd lesz a megoldás. De a gömböd lesz a megoldás. Én mondom neked, Gil, az lesz itt most a megoldás. Amúgy a Kálánál jött elő, Dóri. Az az evészet. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el sem. Nem. Biztos, hogy nem. Ezt meg kell próbálnod. Ajaj, azt írja nekem itt az internet, hogy elment. Ez lehetséges, vagy még... Hoppá! Arra is van egy easter egg ending, ha elmész harcolni, de használod Gil gömbjét, és mindenki belal. Szakik. Van. Ez most mindegyik, minden elsőre van, srácok. Van Steam, oké, okay. Köszi. Na! Egyszerűen elmondhatnám neked, amit hallani akarsz, aztán felemelkedhetnénk együtt, és egyedül vállalhatnám az agyat. Tudom, hogy nem fogsz, bízom benned. Én azt kívánnám, bár csak önzőbb ember lennék. Az élet sokkal könnyebb lenne, de sajnos igazad van. A gömb az egyetlen út, már csak az van hátra, hogy biztonságba helyezzelek. Készen állsz? All that's left for me to do is spirit you away to safety. You ready? Furcsa menet nélkül is tudsz streamelni? Igen, ez... Hát ez ilyen, látod. Viszlát, Gil. Együtt maradunk a végsőkig. Na, tessék, még ilyen opció is van. Hihetetlen. Amúgy... Tessék, együtt maradunk. Hadd csináljam a magam módján, különben is szükségem van valakire, aki dicsérni fog, miután én már nem leszek. Végtelen csoda van odakint, végtelen lehetősége. Talán a sors újra összehoz minket, mielőtt az univerzum elsötétül. Fugamis, Inferni, Bloody Menta. Akkor felfelé gél. Jobb, ha ez számít, az egész világ figyel. Amúgy most már tényleg ez lesz az utolsó próbálkozás. Nyilván szerintem lesz még stream, hogy így nézzünk endingeket ezzel a végigjátszással. Meghalni jöttél? Téldelni jöttél? Add meg magad és így. Ja, szóval így biztos fogunk nézni lehetőségeket ezzel a végigjátszással, de mára ez az útcsom. Szerintem tévedsz, a nevem Gil of Waterdeep. Örülök, hogy megismerhetlek. Mert az együtt töltött időnk kivételesen rövid lesz. Viszlát és boldog landolást! Asztarolt. Hát majdnem a felső város is kapott belőle. Mikor van az első lehetőség arra, hogy Gil gömbjét használjam? Vajon? Már nem emlékszem. Nem emlékszem, mikor kapta.
a kettő végén vajon, ami Keterik utáni harc. Keterik után, aha. Na, szerintem majd azt is meg fogjuk nézni. Arra is nagyon kíváncsi vagyok. Mert ha mindenki meg aggél lenne, azt is már legközelebb fogjuk megnézni. Everything you did, everything you sacrificed. He did it. He actually did it. Felrobbantotta a Nether Brains. He blew up the brain. Nem érzem a parazitát, biztos mind meghaltak a robbanásban. Ez azt jelenti, hogy nem tudok tudatölővé válni. De Gale elment. Mindenkiért feláldozta az életét. Lehet, hogy nem volt harcos, de jobban harcolt, mint bármelyikünk. A legnemesebb áldozat. Mindent elértünk, amire vágytam. Gale-nek köszönhetően szabadok vagyunk. Lehet, hogy neked sikerült... Ja... Na, maradj velem! Maradj velem, Lézel! Most megdobjuk! Akkor nem, most se dobjuk meg! The Githyanki are leaving! With the Githyanki... Right! We will drink for Iszunk Gélért, Bui és én kim vagyunk tiltva a város legtöbb vendéglőjéből, de rendel lesz nekünk. Hiányozni fog Halsinnak, a császár. Nekem is hiányozni fogsz. Now that you no longer live, I perhaps know harder. I honestly don't... What the... Well... You will... Nem számít, most már vége. Nem hagyhatjuk meghalni. Will, Kála újra és újra meghozta a döntést, készen áll. Na tessék. Tessék, srácok, ilyen ending se volt még. Köszi Kálosz amúgy az 5 hónapot. Állj hátrébb. Stand back. I'm going to... It's over. You, thanks to you, I couldn't help but think. Hallott szülők, tökéletes posztkoitális téma. Bocsánat, gondoltam elkaplak az utófényben. I gave them the relief so much only they could have told me. But that van egy hely mellettem. Jó. Since the Nether Brain fell, you and him waste no time in packing. No. Very well. Ah,
Szávavidörsz. Now there's a ditty worthy of a knee slap. Szóval srácok, visszatérünk még ide az endingekhez, a kísérletezésekhez. Majd még egy későbbi alkalommal, de úgy érzem, hogy azokat, amiket így mindenféleképpen szerettem volna nézni, azokat így most megnéztük. Úgyhogy ezt most már úgymond nem kell kivárni. Hát még gyakoroltunk is egy kicsit az agy elleni harcban, gyakoroltunk, illetve kiderítettük, hogy lehet skippelni az Avengers-es rész után egészen addig a pontig, ameddig föl nem megyünk az agyig, nem kell egy darabot se harcolni. Ez tök jó. Na nézzük. Hoppá! Még mindig érzed, ő nincs itt. Ő, aki a legmerészebb volt. Gyakran jártak gondolatai a bátor Karlach mellett. Nem tudnád visszahozni? Nem jönne. Sokkal rosszabb a világ, amióta elment. Nem volt senki olyan, mint ő. Helyes. Síkokban sem anyagi, sem elemi, sem tranzitív, nem található hozzá hasonló. Alig egy tucat, 10 nap alatt egy egész életet leéltek. Több mint halandó év. Halandó évszázadok voltak az övé. A bandád, a köteléked adta ezt az életet neki. Olyan volt nekem, mint egy nővér. Nem. De a rokona voltál, a szívébe volt írva. Biztosan tudod? A fúga síkján a lelke olyan fényesen ég, hogy fáj az isteneknek nézni. Emlékezzünk vissza, hogy idővel minden megváltozik, és minden újra összekapcsolódik. Újra bele leszel. Jó. Vége. The balance, hear me. For thou sleep. Until we meet again, I wish thee every possible fortune. További kalandok reményében. To you. Rátok. Pam pam parapam. There didst thou sought, didst guard the saplick, the whip that fell I over them. Kiss, kiss, kiss. Még mindig éget a kíváncsiság, srácok. De úgy érzem, hogy most jó időre kész. Befejeztem. De kíváncsi voltam. És ti is. És ezt nem lehetett annyiba hagyni, srácok. Ezt nem lehetett most így abba hagyni.